megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni. A ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával. Azon gondolkodom, hogy ez milyen tánc volt, amit Kántor kolléga lejtett itt az imént. Kígyó tánc, vagy hogy mondják ezt a... Mert... Hát figyelj, dicsérem ezt a zenei felhozatalt, amit a hát, cöttyös, szutykos reggelre beraktál. Én ugye? Azt gondolom, hogy ez... Nem is tudom, hogy mely, a Nothing Hill-nek volt ez a címzené, az egyik kedvenc filmed. Tudom, hogy Hugh Grant szerepel benne, akit nagyon szeretsz, úgyhogy... Nem tudom, hogy abba volt-e. De én ezt mindentől függetlenül szeretem, meg annyira illik ez a mai reggelhez, meg a mai naphoz, úgyhogy igenis, de ezért választottam, köszönöm szépen az elismerést. Most viszont emlékezzünk egy olyan napra, hogy is lehet ezt mondani? Amikor a részvénypiac kikiáltotta a járvány végét, yes, vége a koronavírus válságnak, legalábbis ezt mondták a befektetők, hirtelen egy perc alatt estek át, vagy jutottak erre a véleményre. Én ezt kedd reggel aztán úgy apostrofáltam, hogy az egyik legizgalmasabb nap, amit valaha láttam a tőzsdéken. Egészen elképesztő ármozgások voltak, egymástól teljesen elváló ármozgások, de hogy éltem meg, hogy még mit szól ehhez? Jó nap, Richard, az Accord alapkezelő portfólió menedzsere, azt is rögtön megtudjuk. Jó reggel, szia! Jó reggelt, szervusztok! Én is 20-25 éve figyelem a piacokat, mondjuk amerikai piacot 2001 óta napi szinten, de gyakorlatilag biztos, hogy versenytársa, nálam csak egy van, az a 2015. augusztus 24, amikor ilyen kínai leértékelésre gyakorlatilag teljesen szétestek a nyitóban az árak az amerikai piacon, de az egy más jellegű nap volt, meg annak volt előzménye az előző hét csütörtök pénteken. Ez egy derültékből villámcsapás, vagy borultékből egy hirtelen kisütő nap, attól függ, hogy melyik eszközosztályból szemléljük, a value-ból, vagy a momentumból, növekedésből, growth-ból. Tehát gyakorlatilag jött egy olyan jó hír a piacra, a Pfizer-BioNTech vakcina potenciális eredményességéről, ami alapján, ha nagyon-nagyon röviden meg kell fogalmazni, akkor eddig úgy volt a piac a vakcinával, hogy lesz valamikor vakcina, valamikor hónapok múlva, valamikor az első és második negyed év határán 2021-ben, hogy még a koronavírus teljesen le fogja uralni az északi féltekén gyakorlatilag ezt a telet és tavasz előtt. Ez volt az általános piaci várakozás, és a bejelentésre mondjuk 10-15 perc alatt elkezdte a piac átértékelni az, hogy nem valamikor, hanem mindjárt. És tulajdonképpen nem erre voltak pozicionálódva a befektetők. A befektetők abszolút szét voltak pozicionálódva a technológiában, a karantén részvényekben, és alul voltak súlyozva bankokból, ciklikus részvényekből, értékalapú részvényekből, és hát emiatt egy drámai átalakulás következett be a piacon. Szanaszét tépték az alulsúlyozott, lemaradó koronavírustól szenvedő részvényeket, és nagyon-nagyon mély beleadások voltak egyes olyan technológiai részvényekben, amik kifejezetten kedvelték a karantént. Tehát például ez a okos szobabicikli Peloton, ami 128 vagy 129 dolláron zárt a múlt pénteken, ez 94-ig esett például hétfőn. Hát a Zoom is hatalmasat zuhant, igen. De a Zoom is két nap alatt 500-ról 375-ig esett le, tehát az is veszített 25%-ot az értékéből. Velük szemben viszont rengeteg részvény volt, ami óriási emelkedett, tehát egy európai bankindex aznap 13%-ot ment föl, ami nem tudom, hogy példás vagy példanélküli dolog, de gyakorlatilag ez következett be. Tehát én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy ha egy példán eddig azt gondolta a konszenzus, hogy az amerikai nyugdíjas a következő hónapokban csak Zoom-on videó beszélget majd az unokáival, most pedig azt gondolja, hogy februárban, márciusban kihajózik majd a szokott karib-tengeri nyaralására. Hogy ez így lesz-e, vagy nem lesz-e így, az természetesen majd ki fog derülni,
Minden esetre a közeljövőre vonatkozó befektetői általános fantázia világ az drámaian megváltozott, tehát ugye már tegnap jött a Modernának is a bejelentése, hogy ők is egy-két héten belül megkapják az emergency felhasználási lehetőséget az ő vakcinájukra, ami teljesen hasonló alapon működik, mint a Pfizer-BioNTech vakcina. Tehát itt többnek tűnik ez már, mint reménykedésnek, hogy az élet visszaállhat, és kicsivel hamarabb állhat vissza a normál kerékvágásba, mint korábban. De a piac folyamatosan ezt a pozitív reménykedést, optimizmust sugározta, nem utolsó sorban ugye a pénzügyi stimulusoknak. Hát megnézed, akkor gyakorlatilag minden idők egyik legjobb teljesítménye a 2020-as az amerikai piacon. Ez igen, tehát ez egy ráadásul úgy, hogy a 2019. október, november, december parádés emelkedést hozott, tehát magas volt a bázis eleve már 2019. december 31-én egy nagyon magas 3230-as S&P-vel ment bele a piac ebbe az évbe. Én azt látom, hogy gyakorlatilag nagyon könnyen lehet az a piacokon, hogy lesz egy trükkös jelenség. 2021-be bele fog menni úgy a piac, hogy maxon fogják nyomni a stimulust a jegybankok, már lesz vakcina, már elkezd visszaállni az életre normál kerékvágásba, még mindig lesz egy csomó lemaradó minden eszközosztályba, a value-tól a technológián át mindenben, és épp emiatt ez az optimizmus, ez felkergeti egy 38-39 éves ciklus lezáró csúcsra az amerikai piacot, és ez akár lehet a 4-4500-as S&P index is, és csak ezután fog szembesülni a koronavírus által okozott károkkal, problémákkal, egyébbel a világ. Tehát én nagyon azt látom, hogy ez a jegybanki stimulus, ez tényleg félelmetes pénzt ölt bele itt a világba. Nekem a hétfőn a sok száz chart közül, amit kedreggel átnéztem, a booking.com és a koncert és rendezvény szervező Live Nation árfolyama döbbentett meg. Mind a kettő visszaérkezett hétfőn a kereskedés egy pontján ugyanoda, ahol az egész válság előtt volt. Tehát gyakorlatilag, mintha nem is kellene idő a helyreállásra, mintha nem is lenne kockázata annak, hogy majd hogy lehet a koncerteket megrendezni, vagy mennyire indulnak el utazni az emberek. Volt, nincs. Tehát itt nem olyan részvényekről beszélünk, amiknek hasznos volt, mint nagyon sok technológiai részvénynek az üzleti számainak jót tett a koronavírus, hanem olyan részvényekről, amik mély áldozatai ennek az egésznek, és mégis ugyanott tudnak lenni árfolyamban, ahol az egész válság. Igen, Ryanair Wizzair ugyanez. Igen, tehát és ez csak a pénzbőség. Tehát ez csak az, hogy egészen egyszerűen rengeteg tocsog a világ a pénzben és a befektetésre váró pénzekben, és gyakorlatilag a technikai kép is kezd ott lenni, a Nikkei kitört fölfelé, az európai részvényindexek is kezdenek ott állni, hogy kimehetnek fölfelé, és eljön az évnek a legkedvezőbb időszaka, ez a november, december, január. Amikor új csúcsra mennek indexek ilyenkor, abból én... Uh-huh. Amiket megfigyeltem, nem az szokott lenni, hogy novemberben vagy decemberben törnek le. Tehát akkor több esélyt adsz arra, hogy ez kitart, és a rossz híreket a piac ignorálja, mert hogy mindegy, úgyis jön a vakcina, és jövőre jó lesz, vagy pedig, ha jönnek ilyen negatív hírek, mellékhatások egy-egy vakcináról, ezeken akkor szerint, tehát ezek kisebb esést okozhatnak, ezeken inkább átlendülhet a piac, és akkor kitarthat a következő hónapokban, és ez a őrült egy lelkesedés? Én szerintem azt kell figyelni, hogy a mostani hírnek ugye az áldozatai, a Zoom, a Peloton, de az egész tech szektor mennyire indul el a visszarendeződés során fölfele. Tegnap már elindult. Igen, egyébként. Már tehát, fel, hogy a vesztesei ennek a hírnek,
mennyire jól viselik a vesztességeket, és úgy tűnik, hogy jelen pillanatban nem viselik rosszul, míg a nyertesek meg sem rezzennek, hogyha Európát nézzük, vagy a bankrészvényeket nézzük, vagy ezeket, tehát azok gyakorlatilag fogták, beírták ezt a nyerőt, ami hétfőn volt, még jött rá kedden egy adott nyerő, tegnap bekonszolidálták, tehát azt kell megnézni, hogy az összállapota a piacnak az hogy marad. És hát az nagyon pozitív most. És én azt gondolom, hogyha a hétfőn elért csúcsa fölé kimászik az S&P 500 index, valamikor a következő héten, vagy utána jön egy hálaadási, vagy egy Mikulás rali, vagy ilyesmi, akkor jaj a lemaradóknak. Tehát megint jönni fog ez a történet, hogy jaj a lemaradóknak, és teljesen mindegy, hogy mi lesz a végső valóság majd 2021 második, harmadik, negyedik, negyedévében. Ha a befektetői fantázia világ az lesz, hogy itt ez vége, felszabadulunk, rászabadul egy csomó pénz a piacra, mindenhol ruházati költés, utazási költés, egyébben hirtelen az elmaradt költések, amik 2020-ban elmaradtak, és mindenki optimista lesz attól az egy vagy két negyed évtől, amikor ezek az elmaradt költések elköltődnek, akkor utána lehet bármilyen cudor az igazság majd 21-ben vagy 22-ben. Ez a piac technikailag, illetve ezen dolgok miatt szerintem jóval nagyobb eséllyel van arra pozícionálva most, hogy fölfelé elfordulhat, bármilyen világban. Világos. Nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, nagyon izgalmas, és hát akkor majd megnézzük, hogy így lesz-e, és még beszélünk addig. Persze. Szuper, oké. Jó munkát, szép napot. Lehetőségekhez merten szép napot mindenkinek. Köszi, szia. Jónap Richárddal, az Accord alapkezelő ZRT portfólió menedzserével beszélgettünk. Hát ennek a bizonyos egészen elképesztő hétfői napnak az apropóján, amely elképesztő módon rendezte át a befektetői várakozásokat az egész világban. És kérdés az, kitart ez az iszonyat lelkesedés azzal kapcsolatban, hogy a vakcina mindent megold, és a világ visszatér a normális kerékvágásba, és a jövő év kiváló lesz. Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni. Húha, azt írja Judit, hogy body language, sajnálom Gábor, de nekem nem szimpatikus. Már mi nem? Már hogy én nem vagyok szimpatikus? Nem, szerintem a body language. Már kinek az én body language-em? Nem tudom, mire gondolt. Egyébként nagyon kedves a Judit, több üzenetet is írt nekünk. Például Joe Bidennek szeretné az Easy című számot kérni. Isteni, hogy bekocog, és hanyagul leveszi az akóját, hogy minden idősödő nő elaléljon. Úgyhogy ilyen is van. Figyelj, mi itt kapjuk az ívet folyamatosan az öregedésünkkel, meg a fizimiskánkkal kapcsolatosan. Joe Bidenrel meg megírják a hallgatók, hogy micsoda... hogy is mondjam, mágnes, igen, akkor finoman nem. Fogom. Hát figyelj, most menjünk szerintem hírekre, mert megint az van, hogy írtatok sokat, de egyszer annyira belemerültem, meg annyira magával ragadott az előző beszélgetés, hogy most megint nem tudtam figyelni. Már gondolkodunk rajta egyébként már, hogy hogyan lehetne kihelyezni az SMS-eket a home office-ban ülő kollégáknak. Eddig is ez voltam ugye a munkamegosztás, hogy azt a nem adást vezérlő kolléga nézi, és az megvalósul, akkor majd jobban tudjuk figyelni, és többet tudunk beolvasni. Jövünk vissza futóműrovatunkkal, benne a korosodó Várkonyi Gáborral, aki már kénytelen szemüveget is hordani, és majd akkor ő beszél nektek arról, hogy többek között mennyire felelős az autóipar a légszennyezettség miatt, úgyhogy volt egy tegnapi beszélgetés, amire ő mindenféleképpen reflektálni szeretne. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A